Kémia alapszak. Solyom Bernadett vagyok, kémia alapszakos hallgató. Egy középiskolában nekem egy nagyon jó kémia tanárom volt, és akkor kezdett el így érdekelni ez a téma, és elkezdtem így jobban belásni magam, és úgy döntöttem, hogy akkor én ezzel szeretnék foglalkozni. És a Pannon Egyetem így az első között volt, ahova szerettem volna jönni, mivel ez egy vegyipari egyetem volt, úgy gondoltam, hogy egy színvonalas diplomát fogok majd kapni, úgyhogy igazából ezért jelentkeztem ide. Úgy gondolom, hogy nagyon jó a közösség, mivel nem egy nagy létszámú szak vagyunk, ezért mindenki mindenkit ismer, sőt a tanárok is ismernek mindenkit, úgyhogy ha egyszer voltál egy tanár óráján, onnan már megjegyez, és bármikor fordulhatsz hozzá igazából. Úgyhogy nagyon közeli így a viszony a tanárokkal és meg így a felsőbb évesekkel is. Ami nagyon tetszik az egyetemben, hogy az elméleti oktatás mellett nagyon színvonalas a gyakorlati oktatás, nagyon sok laboratóriumi gyakorlatunk van, és nyáron voltam szakmai gyakorlaton, és nagyon sok mindent tudtam hasznosítani, és igazából már amikor végeztem, mondták, hogy visszavárnának, mert hogy nagyon jól végeztem a munkát, és úgy gondolom, hogy az annak köszönhető, hogy a gyakorlatban is átadják a tanárok a tudásukat. Nekem terveim vannak, édesanyámmal egy közös vállalkozást szeretnénk elindítani, ő kozmetikus, és naturkozmetikumokat szeretnénk gyártani, és hát ehhez az én diplomám tökéletes lesz. Úgyhogy mi ezzel szeretnénk foglalkozni, de igazából visszavárnának oda is, ahol voltam gyakorlaton, az is tetszett nagyon, egy csomó olyan dolgot rám bíztak, amit úgy még így gyakornokként nem gondoltam volna, és ez nagyon tetszett. Nagyon sok mindent köszönhetek az egyetemnek, mert nagyon sok barátra tettem itt szert, és olyan élményekre, amiről mondjuk nem is álmodtam középsulisként, hogy majd részt vehetek. Nagyon sok program van. Én igazából szerintem minden egyetemi rendezvényen részt vettem. A gólyatábortól elkezdve a gólyabálig, a veszprémi egyetemi napok, sőt még szakes szervező is vagyok, és a vegyész szakes minden évben megrendezésre kerül, és ez egy nagyon jó hangulatú rendezvény, ahol a tanárok ugyanúgy táncolnak a diákokkal, jól érzik magukat, úgyhogy nagyon szerencsésnek érzem magam. Központi kollégiumban laktam elég sok ideig, és úgy gondoltam, hogy majd nehéz lesz megszokni azt, hogy mondjuk hárman vagyunk egy szobában, és hogy majd nehézkes lesz így az együttélés, de nem így lett, mert inkább azt mondom, hogy örültem, hogy mindig van ott valaki, akivel meg tudom beszélni a problémáimat, vagy éppen mindig volt valamilyen rendezvény, ahova ki lehetett menni, ismerkedni, nem volt sose az, hogy unatkoztunk, és mindenkinek meg volt a saját kis helye, a bútorok, és úgy voltak elhelyezve, hogy tanuláshoz is nagyon jó volt, hogy mindenkinek meg volt a külön kis része, ugye pár év újították fel ezt a kollégiumot, úgyhogy így jól éreztem magam. Jelenleg a Hotel Magiszterben lakom, és igazából tetszik, hogy ketten vagyunk egy szobában, és van saját fürdő, meg mosdó, és ez így kényelmesebb is, úgyhogy nagyon tetszik. Nagyon sok lehetőség van itt az egyetemen, hogy bármelyik tanszékre elmenni, és projektben vagy kutatásban részt venni, és ezzel TDK-re is lehet jelentkezni. Én jelenleg a szerves kémiai tanszéken vagyok, de minden tanszékre várják a hallgatókat, és amit később ugye a diplomadolgozathoz fel lehet használni. Ugye itt lehet maradni mesterszakon, vagy PhD-zni is lehet, akit érdekel ez a tanári dolog. Annak ajánlom ezt a szakot, aki így kémia szakterületen szeretne elhelyezkedni, mert annyira sokrétű helyen el tudunk helyezkedni, például gyógyszercégeknél, kozmetikai cégeknél, bármilyen olyan cégnél, ahol valamilyen kémiával kapcsolatos laboratórium, kutatás, úgyhogy akit ez érdekel, annak nagyon tudom ajánlani ezt a szakot. Mayer Máté Miklós vagyok, a Pannon Egyetemen másodéves PhD hallgató, a Kémia Környezettudomány doktori iskolában. A képzést itt kezdtem, tehát a felsőoktatási képzést itt kezdtem. Először a kémia alapszakot végeztem el, majd a vegyész mesterszakot, ezt követően pedig felvételiztem a doktori iskolába, és most itt folytatok doktori tanulmányokat. A doktori tanulmányok ugye kutatással járnak, ami az én szempontomból szerves kémiai alapkutatásokat jelent. TDK tevékenység által sikerült eljutnom
több konferenciára, illetve doktori tanulmányaim alatt sikerült a tavalyi tanév végén eljutnom Firenzébe egy nemzetközi konferenciára, amely nagy előrelépést jelent mind a tanulmányaim, mind pedig a szakmai előrehaladásom szempontjából. Ez egy nagyon nagy konferencia volt, ahol sikerült megismernem külföldi kutatókat, tehát a doktori tanulmányok alatt egy kis nemzetközi kitekintést sikerült tennem. Szolnok megyéből érkeztem, tehát mint mondtam, az alapképzést, már itt a kémia alapszakon végeztem a Pannon Egyetemen, és nagyon fontos szempont volt számomra, hogy egy családias, de mindenféleképpen szakmailag elismert környezetben tudjam folytatni a felsőoktatási tanulmányaimat, ezért választottam a Pannon Egyetemet, és nagyon sok jó élmény fűződik mind a BSC, mind az MSC szakok elvégzéséhez. Gondolok itt akár egy-egy diákrendezvényre, szakestekre, vagy venesbulikra, illetve fontos dolog az, hogy az ember szakmailag, a szakmai képzés tekintetében azt érezze, hogy igenis az a tudás, amit magára szed, úgymond, az egy versenyképes tudás legyen, és ezt szerintem hülyen példázza az, hogy a TDK tevékenység itt a Pannon Egyetem mérnöki karán, azon belül is a kémia és vegyipari tudományok tekintetében szerintem egy nagyon-nagyon jelentős. Ugye a legutóbbi országos TDK konferencián az egyetem harmadik helyezést hozott el, ami az egyetem létszáma szempontjából egy nagyon nívós helyezés. Pannon Egyetem mellett tenném le újra a voksomat annak a tekintetében is, hogy szociálisan, illetve tehát közösségi szinten, illetve szociálisan olyan támogatásokat kapnak a diákok, illetve szakmai előrehaladásuk segítésére is olyan ösztöndíj támogatásokat, illetve szociális ösztöndíj támogatásokat kapnak a diákok, valamint az első éves hallgatók alanyi jogon bekerülnek a kollégiumba, ami azért elég sok fejfájástól menti meg az első éves hallgatókat, illetve a családokat. Az oktatást elsősorban azoknak ajánlom, tehát az itt folyó kémia alapképzést azoknak ajánlanám, akik a természettudományok iránt érdeklődnek, illetve ezen belül is főként a kémia, fizika, matematika témakörökben érdekeltek, és mindenképpen ajánlanám Veszprémi Pannon Egyetem képzését, ugyanis egy rendkívül családias környezetben, egy rendkívül pezsgő diák életbe tud belecsöppenni az ember. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.